A kutya és az ember vitamin szükségletében nincs lényeges eltérés, mivel az emlősöknél kisebb különbsége, de hasonlóak az igények. A legnagyobb különbség a C-vitamin szükségletben van. Ez az ember számára létfontosságú, a kutya szervezete azonban előállítja természetes táplálékából, a húsból. Kúraszerűen azonban ezt is érdemes megemelni kedvenceinknél. Gyakran szükséges a négylábúaknál a B-vitamin pótlása. A megfelelő mennyiség hiánya gyengeséget, szívrendellenességet okozhat, de szembántalmakhoz, valamint bőr- és szaruhártya elváltozásokhoz is vezethet. A téli felkészítés itt a fontos. Itt elsősorban a többletenergiára gondolok, tehát akár tájban érdemes olyat választani, ami többletenergiát ad, illetve jobb minőségű tápot a téli időszakra, valamint szükség esetén vitamin és ásványanyag pótlás is indokolt lehet, illetve immunerősítők, speciális immunerősítők szedése lehet javasolt. Ezeket meg lehet oldani úgy, hogy vagy maga táp tartalmazza, vagy pedig külön táplálék kiegészítőként por, valamilyen folyadék, vagy nagy tabletta formájában, és akkor ezt ugyanúgy, ahogy nekünk is naponta folyamatosan szedni kell. Télen a hideg és a kevés vitamin mellett azonban más veszélyek is leselkedhetnek négylábú kedvenceinkre. Ezek közül az egyik legveszélyesebb, hogy míg mi örülünk a sózott utaknak és járdáknak, hogy nem csúszunk el rajtuk, addig a kutyák tappancsait nagyon kikezdheti a só. Ez pedig akár komolyabb problémákhoz is vezethet. Egy hosszú séta azért fel tudja marni maga a só a tappancsot. Elméletileg ma már nem illik, illetve megbeszüntették azoknak az útszórósoknak a használatát, ami súlyos károsodást okozhat, de gyakorlati életben azért tapasztaljuk azt, hogy igen komoly fájdalmakat és sérüléseket tud okozni a kutyusnak. Meg kell itt említeni még a jeges utat, illetve a jég által okozott vágott sebeket is, elég gyakori, hogy beszakad alattuk, akár egy kis tócsa, vagy bármi, tehát nem feltétlenül egy óriási jégtáblákra kell gondolni, és ilyenkor gyakran kerülnek apró karcolásos sebek a tappancsra, a lábvégre, és ezek vérezhetnek, kellemetlenséget okozhatnak, illetve nagyon éles fájdalommal járnak. Ami talán a legegyszerűbb, hogy minden séta után, hogyha van rá lehetőség egy langyos vizes lemosást a tappancsokra, ez a legjobb, kicsit szárazra törölni, és szükség esetén tappancsvédőkrémet be lehet kenni. Megelőzhető a sózás okozta probléma, például ha só helyett más csúszásmentesítőt használunk a ház körül. Ilyen lehet a homok, a faforgács vagy fahamu, de több nemzeti parkban is sikeresen alkalmaztak már gránitkő zúzalékot.